Nagyon nagy szeretetek, köszöntöm Önöket. Dr. Tihanyi Tamás vagyok, az ezoterikus tudományok doktora és mestere, alig bírom mindig kimondani, és egyben tanára is. Majd pár perc múlva lehet telefonálni, kb. 3-4 perc múlva, addig is lehet próbálkozni. Egy-két dologról szeretnék Önöknek beszélni, ilyen becsapásos dolgokról, amik folyamatosan mennek, és nagyon elkeserítenek engem, hogy mire vigyázzanak. Nagyon gyakran felhívják az embereket telefonon, meg egyéb módon elhívják találkozóra. Olyan találkozó, hogy ingyenes, jó, hallgassák meg, ingyenes hőkamerás felvételt csinálnak. Most az a hőkamerás felvétel, akkor volt hőkamerás felvétel, amikor a veréb kardot ránt, körülbelül akkor, mert néhány embert láttam, hozták magukkal, és semmi, egyetlen egy szín volt rajta, amikor különböző színekkel kell jelezze a piros a gyulladást, ugye a kék szín, meg a lila szín, ugye a hészüket, és semmi, csak a mellkasról, és semmi nincs rajta az égete egy világon, de ebből a dumával, hogy ingyenes. Akkor ingyenesen csinálnak felmérést ott, amit úgy alakítanak beszédbe, mert olyan emberek vannak ott, akik rettentően rá tudják beszélni az embereket, így vannak tanítva, még orvos is felvállalja ezt, megáll az ember esze, hogy különböző dolgokra rábeszéljék az embert, megnézik valami másik géppel, ezzel, azzal, különböző gépekkel, vagy a szemlencsét megnézik azon keresztül, vagy a kvantumgéppel, vagy különböző gépekkel, és azt fogják mondani utána, hogy nagyon-nagyon beteg. Nagy, olyan beteg, hogy ilyet mi nem láttunk. És ezt onnan tudom, mert ugye vannak paciensek, akik ezeken átestek, ezeken a dolgokon, és hozzák a felvételt, és mondják, hogy rá akarták beszélni őket, meg rá is beszélték a halálszegény embert is 4-500 forintos gépre, mert ha nem veszi meg, akkor aztán földobja a bakancsát. Nem hülyéskedek, ilyet is mondtak, hogy rövid időn belül meg fog halni, és leszárad az ujja, meg mindent. Megkérem Önöket, legyenek okosak, eszes emberek, ha ilyen telefon jön, vagy ilyen meghívás valahogy, hogy ingyenes hőkamera, vagy bármilyen ingyenes ilyen egészség valamire, az nem ingyenes, mert olyan dolgokat rábeszélnek magukra, hogy ez nem semmi, és utána elszegényednek. És semmit, és azok a szerkezetek, amit hallottam, nem tudok, annál sokkal olcsóbban jobb is van. Sokkal olcsóbban jobb is van. Úgyhogy megkérem Önöket, amikor ilyen van, hogy telefon, meg egyéb, ne higgyék el. És még adja orvos is a nevét hozzá, képzeljék el. Én két évvel ezelőtt jártam, régen voltak ezek a paplanosok, autóbusszal kirándulásra vitték az embereket, és ott különböző termékeket árultak. És minden második héten különböző helyekre jártam, nagyon jól megfizettek engem, hogy előadást tartottam ezoterikus dolgokról. Egy 2-3 órás előadást tartottam, az volt a dolgom, hogy előadást tartok. De jártam én egész különböző helyekre, egész távoli helyekre, mindenhol, minden. De csak négy héten keresztül volt ez, de minden második héten, két hónapra jött össze a dolog. Nem is volt semmi baj, élvezték az emberek, szerették a dolgokat, minden nagyon jó volt. Egyszer csak előálltak azzal, hogy én az ő termékeiket, amit tárulnak, azt népszerűsítsem. És akkor vége lett mindennek. Mondtam, túl van tárgyalva, én nem azért vagyok itt, hogy bárkinek bármiért népszerűsítsem, akkor nem is ismerem, mi az. Azt szívesen előadást tartok, függetlenül mindentől, de hogy népszerűsítsek bármit bárkinek, attól a pillanattól kezdve megszakadt a kapcsolatunk, vége lett. Bármennyire is jól fizettek, mert elég jól fizettek, ugye jól jött az a dolog, befejeztük a kapcsolatot, kész. És akkor orvos képes az orvosi diplomájával nevét adni olyan dolgokhoz, ami tiszta becsapás az embereknek a pénz miatt, ugye? Mert minden az a rohadt pénz, ugye? A fogokhoz verik a garast, és mindenkit becsapnak embereket százával, ezrével a pénz miatt. És hazudoznak az embereknek. Csinálnak ilyen irisdiagnosztikát, hallom, hát azt mondanak, amit akarnak. Lehet azt mondja, hogy meg fog sántulni egy hónap múlva, csak most vicceltem. Infarktusa lesz. Meg fog halni, ha nem jön el ez a gépiket, nem veszi meg a gépet. Bármit lehet mondani. Úgy irányítják a dolgokat, hogy úgy tűnjön, hogy olyan beteg, hogy ijaj, csuhaj. Muszáj lesz megvenni más nem ezt az étkezési kiegészítőt,
ha nem veszi meg, akkor nem tudom, mi lesz. Ha nem veszi meg ezt a gépet, ami magának nagyon jót fog tenni, komoly pénzért, az is. Én csak azért mondom önöknek, hogy hallom folyamatosan a dolgokat, hogy hogy csapják be az embereket. Egyetlen egy jó védekezés van, ha ilyenre meghívják magukat, azt mondja, oké, megyek, kész, puf, utána elfelejtették, nem mennek el. Ne menjenek el. Inkább mondják azt, hogy nekem ott beszélgetni a másik emberre. Megyek, mikor van, oké, megyek, viszont hallása le a telefont. És soha többet feléjük se nézni. Most már nyugodtan lehet telefonálni, hogyha valaki szeretne. Csak ezt akartam elmondani az önök érdekében, nem az én érdekemben. Az önök érdeke, hogy nehogy megkopaszítsák magukat. Én hallottam olyat is, hogy egyszer majdnem földönfutók lettek ebből kifolyólag, olyan szegények lettek, rádomálták a részletre, erre, arra. Én mondom, hogy halál profi emberek vannak, akik ebből élnek, erre vannak megtanítva, hogy az embereket rádomálják olyan dologra, amire nincs is szüksége, hazugság, és megkopaszítják az embereket. Nem szabad belemenni ezekbe a dolgokba. Mondtam, most már nyugodtan telefonáljanak, a telefonszám ott van alul, lehet tőlem kérdezősködni, nem az, hogy hány kiló vagyok, hanem az például, hogy milyen állapotban van, de beszélhet bármilyen egészségügyi dolgokkal kapcsolatban is, nyugodtan, nagyon szívesen, van-e szellem, van-e átok az illetőnek, aki telefonál, vagy milyen állapotban van az idegrendszere, a szervei, a különböző dolgok. És ugye elmondanám, ugye, amiről fogok beszélni, folyamatosan kezelések meg egyéb dolgokról, az orvosi kezelés nem helyettesíti, a gyógyszereket továbbra is mindenkinek szedni kell, aki idáig szedte, és nem egyformán hat az emberekre, mert nem mindenki jár rendszeresen, nem mindenki egyforma. Ez olyan, mint a, tudják, hogy a, mondják azt, hogy kérdezem egy gyógyszerészét, kinek van gyógyszerésze, könyörgöm? Én nem nagyon hallottam ilyet valakinek gyógyszerészét. Kérdez gyógyszerészét, meg mit tudom én. Igen, de ez ugyanaz tulajdonképpen, nekem is védeni kell magamat bizonyos szempontokból, nekem aztán főleg, engem már mindenhol följelentettek milliószor, már csak a WC-sten inni nem, mert ott nem lehet. A fiam azért nem akarja ezt csinálni, a 17 lesz majd tavasszal, mert ő azt nem bírja át kibírni, amit engem piszkálnak is feljelentenek mindig, azt mondja. Jó estét kívánok, tessék parancsolni. Én vagyok, ugye? Szép jó estét kívánok. Halló. Rózsa Zoltán vagyok. Előbb láttam én valami villogást itt, és akkor eltűnt az illető, meg ilyet vagy? Nem tudom, na, nem csak tudom, mi történt. Szeretném megtudni, hogy rossz, vagy mi. A béka rottyantójához képest volna, hol helyezkedem én. De úgy látszik, képzelődök akkor. Igen. Ugye az emberek ugye sokszor óckodnak az ezoterikus dolgoktól. Csak azt elfelejtik, hogy 1500-2000 évvel ezelőtt, akkor nem voltak orvosok, nem voltak gépek, nem volt... Semmilyen gép nem volt, ugye, se röntgen, se ultrahang, semmilyen gép nem volt, ugye sem orvosok sem voltak, csak ezoterikus emberek voltak. Halló? Halló? Hallom, akkor most hallok valamit, tessék mondani. Akkor tessék szívesen már nekem megmondani, Rózsa Zoltán vagyok, hogy a béka rottyantójához képest én hol helyezkedek el? Tiszteletem, uram, már ismerjük egymást, vagy nem? Hát így a tévén keresztül. De tervezem, hogy... Beszéltünk már? Nem. Sajnálom, még nem. Nem baj, semmi gond. Nem jutok be. Budapesten vagy vidéken lakik? Magyaródon. Pest megy. Hát tudom, hogy hol van Magyaród, persze. Honnan tudja? Hát ott van az autóverseny, arra felé van Magyaród felé. Jó. De egyébként nem sok olyan helyet lehet nekem mondani. Most nem hát a Kisfalukról beszélek, persze, nyilvánvaló. De még úgy is előfordulhat, ahol nem nagyon jártam volna, tudja, nem sok. Én nagyon sok helyen jártam, de egész Európában sok helyen jártam. Na, kedves uram, megnézem, hogy van-e szellem magán, jó? Az jó, mert kellene néhány szellem. Mihez? Hát, hogy tovább éljek. A szellem az élteti az embert. Az egy mondja. Szelleme van, uram, meg megnézem. Egy? Egy van. Várj, megnézem, a lakásban van-e? Azaz. Ott is van. Mocorog valami, vagy nem? Hát persze, hát éjszaka mindig, hogy főleg, ha fúj a szél. Úgyhogy... Egyébként a nagyon érdekes dolgokat tud időközönként a szellem csinálni. Például? Hát ezt elmesélem, nem sikerül olyan gyorsan, de elmondom. Nem, baj, idő, mint a tenger. Amikor a édesanyám meghalt... Öt évvel ezelőtt? Akkor
Pécset temettem el, mert a szüleinek a sírjára temettem rá. És elfelejtettem szólni az unokatestvéremnek a temetésről, az ő neki a keresztfia, és a sírhelyet is ugye ő gondozta, szóval ő általa tudtam megszerezni a sírhelyet is, és nem szóltam neki, mert valahogy elfejtettem. És képzelj el, náluk éjszaka a villany felkapcsolódott, meg a tévé is felkapcsolódott. És akkor azt mondta, húj, biztos a Magdi nénit most temetik. És akkor reggel telefonált nekem, és persze így ez volt. Szóval vannak ám érdekes dolgok. Ő soha nem hitt ilyen dolgokba, soha. Nem azt mondom, hogy most, hogy olyan borzasztó vidékén lakik, Bikalon lakik, ott közveti orvos. Nem azt mondom, hogy nem tudom mennyire, de már valamennyire, mert ilyet még nem tapasztalt az életbe, tudja, az ilyen dolgokat. De azért legtöbb esetben nem erről van szó, hogyha hallunk valamit, hanem mit tudom én, tudja a szú, vagy bármi, tudja, szóval a különböző dolgok, amik vannak hangok. Na megnézem, a lakásban is van-e szelleme, igen? Hát mert szeretnék, hogy egy-két szellem, hogyha lenne azért, hogy nem, az nem legyen, jó, hogy aki vigyázzon rá. Az nem jó, hogyha van. Nem jó. Hát, nem. Nem, azért nem jó, mert energiánkat szívja, mert neki energiára van szüksége. Akkor azért csökkente nekem így az érdeklődésem, gondolom. Miután? Hát az van, hogy reggel, este még csak, de délben nem vállalkozok például. Mire nem vállalkozik? Hát mert ugye három a magyar igazság, és akkor én... És már nem megy a három, nem, mi? Nem, elképzelj, hát... Azt most mi lesz most? Most így lecsökkent az érdeklődésem. Hány éves? Hát, hát fiatal vagyok, még 70. És nem 90-ből letagadhatnék 10-et, azt mondják. Azt mondják, igen? 90-ből 10-et nyugodtan, minden tovább. Szerintem is. Na, csak tudnám, hogy a béka rottyantója. Na mindjárt megnézem, ne izgassa fel magát. Fiatalon ne izgassa fel magát. Hát ez az. A maradék ifjúságom már veszélybe forog. Átok is van, jó van? Átok is. A bizony van. Nem veszem le, tudja, nem, régebben levettem, tudom, de ma tudom, már nem tudom. Veszem le. Nézem tovább a dolgokat, jó? Jó legyen. Központ idegrendszere 10, 20, hát ott van. Ott, ugye? Ott bizony, ott, ahol az alatt, igen, ahogy mondtam. Azt a mindenit. Van annál még lejjebb a rottyantól? Szíve 10, 20, hát mit tudom én. Szívem is? Most ez nem azt kérteni most, hogy most megy hónap után a temetőbe, hogy hát, nem akkor erővel dolgozik, mint kellene. Még ilyen közel nem voltam, mint ma például. Na mi volt ma? Hát holnap még közelebb leszek egy nappal. Hát az ketyeg az idő. Az igaz, az igaz. Hát... És Magyaródon van temető? Hát van, 2-3. És messze lakik tőle? Hát már látogatom, nézem a helyet, hogy napos hely legyen. Mi református vagyok, tudja. Értem, és akkor... És kevés a református. És ilyen próbafekvést szokott csinálni? Hát próbálkozok házassági gyakorlatokkal is. Forgolódom ide-oda. Megvan a sírhelye? Megvan a sírhelye? Majd gondolkozom már rajta. De lehet, hogy a kertben diófalak lesz. Nem fog hinni, nekem megvan. Meg? Ezt hogy csináltam? Úgy alakult a véletlen folytán, tudja, hogy... Szegény apósom meghalt ugye 2 éve, és akkor mondták, hogy ugye az anyósomnak is így mellette megvan, az még él szerencsére az anyósom, és akkor mellette azt mondták, le van értékelve a sírhely, tudja, és akkor igen. Mellette egy duplát megvettünk az asszonyja, tudja, és akkor... És nincs ott még hely, nem tudja, hol van ez? Nem lehet ott még beszállni esetleg egy... Én Maglódon lakom, az nem református, de ott is van református ézi egyébként, de ez nem az. Nem koedukált netán, vagy ez egy templomnak az a templom? Koedukált ez egyébként, igen. De van külön református temető is ott egyébként. Jó, egyébként igen. És akkor lehet ott próbafekvést csinálni, tudja? Az jó. Szeretek próbálkozni. Hát nem mindegy, mivel? Hát na jó, hát. Na, nézem magát. Mikor kijön szembe velem. Na, akkor megnézem, hogy néztem már a központi idegrendszer. Az már ott van, tudom. Na, akkor megnézem a gyomrát. 10, 20, 30. Mája, pöttyöse. 10, 20. Nem, csikozott, nem pöttyös. Csikona, az most nem tudom, mi lesz most akkor. Vékonybél 10, 20. Vastag 10, 20. Van felesége? Hát egyelőre még van. Hála jó Istennek. Most gondolok, hát 40 év után az ember már cserére vált, gondol. Hát nem más igen. Rendes ember, tudja? Tamás, már nem negyediknél szoktunk. Tart a rendesebbje, ennyi idős korára. Maga negyediknél tart?
Hát a rendesebbje, ott tartana. Hát én még az elsőnél. Elsőt még azt... Hát, úgyhogy, hát most képzelje. Azt nyüstöli még az elsőt? Hát most képzelje. Hát nem mondja, ez hogy hát csinálja? Hát ilyen rendetlen vagyok. Azt hallotta azt a viccet, hogy miért élnek tovább a nők, mint a férfiak? Azt hiszem, a múlt héten elsütöttem. Mondtam, már. De szoktam mondani gyakran. De még egyszer, mert elfelejtettem. Na azért élnek a nők tovább, mint a férfiak, mert nem volt feleségük, tudja? Jó. Na ugye. Igazam van? Igazam van. Akkor megvannak azért, hát igen, jó vicc. Én is nézem otthon a tévét, hát ott csapkodnak, mindent csinálnak, mert nem örül. A meccsre gondolok ilyenkor, tudja. De nem olyan gyakran nézek én meccset, mert Barcelonának drukkolok. Amikor Barcelona meccs van, akkor szoktam itt tévét, de most kikapott a Barcelona. Hát miért? Na de és az országon belül van kedvenc csapat? Van nincs, nem, inkább a, ha már igen, akkor a Pécsnek drukkolok, mert ott születtem. Ja igen, tudja, persze, a Pécsnek. Ott születtem. Pedig Vasasba birkóztam, egy éve még voltam a Fradi birkózó csapata elnöke, szóval így lehetne, de akkor is a Pécs az Pécs, tudja. Szóval. Én valamikor boxoltam. Hol? Hát a cipőmet, csizmámat a katonaságnál. Így a tény. És hol volt katona? Tatán. Tatán. Tudja, milyen sokat voltam, mint Tatán? Milyen sokat? Hát amikor hát... edzőtáborban, tudja. Jó, hát én nem olyan régen voltam Tatán, ezelőtt 50 éve. Oda vonultam be, és harckocsizó, tudja. Én is harckocsizó voltam, igen. Csak én szabadszálláson, tudja. Hát ott Jakum, pardon, majdnem kimondtam, hogy ott Jakumok voltak, nem? Maga idejében már nem volt ilyen megkülönböztetés. Tudja, mi volt akkor? Egy körletben aludtunk 120-an. Na hát az nem olyan régen. Valamikor az istáló volt, tudja. Na. És egy héten egyszer fürödhettünk, de egymást lögdöstük ki az zuhany alól, mert nem volt, egyszerűen borzasztó szituáció volt. Hát annyi sokszor, hát... Hetente fürödni. Hetente egyszer, de nem is tudom, volt, aki gyengé volt, nem is tudott alá kerülni. Hát az luxusám. Minden héten fürdés. Elképesztő, mi volt ott. De csak hideg víz volt, remélem. Hát persze, hát nem gondolja majd, hogy pazarékolják a meleg. Olyanokat csinált velem, ott egy Latki őrvezető, úgy hívták az emberkét. Rajparancsnok értes. Őrvezető, és hogy oda varadta velem hátul a gombot, éjszaka nem hagyott aludni, le kellett szednem éjszaka a madárfészket a fáról novemberbe, hát képzelje novemberbe. Hát persze. És egy perc, akkor volt az eskü, ki sem mehettem a faluba, vagy városhoz, mit tudom én mi az. És a fogdába sem, mert rendesebb az eskü, után már ment a fogdába rendesebb katon. És akkor az történt, hogy amikor azt mondta, hogy a WC-ből szedjem ki ezt a bizonyos dolgot, hát nyilván. Akkor megfogtam a csávót, és belevertem a fejét a WC-be, és össze-vissza vertem, és kulcson törés szenvedett a sarkát. Ilyesmit, az őrvezető elvtársa. Az őrvezető elvtársa, hát, ezt csináltam. És akkor utána 3 hétig idegosztályon voltam. Nem 3 hétig, 6 hétig idegosztályon voltam. Az már somák voltak. Hát persze, persze. De egyébként ezért már legalább 2 hét fogta. Hát féltem, tudja, hát féltem nagyon, hogy elkezdtem remegni. És akkor azt mondta az EU katona, azt mondta nekem, hogy nehogy megnyugodjál már, ez csak valami kamugyógyszer, amit kaptál, tudja. És akkor nem nyugodtam meg, tovább remegtem, és akkor elvittek Kecskemétre. És a születésnapomon füvesztek le, tudja, az a leszerelés. És akkor volt 2 hét előszabi, és az alatt nem jött meg a leszerelési parancs, akkor még vissza kellett menni az alakulathoz. Hát így van. Nem jött meg, visszamentem az alakulathoz, és a Klatki őrvezető, addigre meggyógyult, és én mondtam neki, hogy ha hazamegyünk, és engem meglát, messze kerüljön el, mert még megint összetöröm a csontjait neki. Még ilyet? Hát hogy lehet egy előjáróval így beszélni, meg ilyet elkövetni? És egyszer láttam a várba, mentem a Piramis koncertre, és magas srác volt, nálam egy feje magasabb volt legalább, és akkor mondtam a páromnak, várj egy picikét. De mire oda mentem, hamarabb észrevehetetne magasabb, eltűnt az emberke. Na mindegy, ilyen az élet, na volt ilyen is. Hát, van ilyen. Na mindegy, tényleg lent van a béka akármi alatt, uram, bárhogy is akkor nézem. Akkor a rottyant olyan alatt? Igen, igen. Hát mi az, ami fölötte van, vagy mi az, ami jó bennem még a maradék kis életemre? Hát a kedélye az jó magának. Na. Hála jó Istennek, jó kedélyű. Hát az is éltet, nem? Szeret dumálni. Hát na. Meg szívbeteg is vagyok, elfelejtettem mondani. Igen? Igen. Milyen szempontból? Hát ha egyik nap iszok, akkor másik nap semmi. Mit iszik? Nagy málnát, vagy mit? Hát az csak kísérő. Kísérő? Én szilvapálinkával kezdem a napot. Tényleg?
Persze. Komolyan? Hát mivel kezdeni? Ott törőbb egy szó. Mi? Ott törőbb egy szó. Ott törőbb egy szó, nem. Kis pionír, illetve mi van most? Kis cserkész. Én nem szeretem. Én akkor szoktam pálinkát, mit tudom én, hogyha meg vagyok fázva, akkor leöblítek, tudja, a pálinkát, meg hagymát eszem, meg ilyesmit, tudja. De én nem szeretem a... Hagymát eszem. Elég antialkoholista vagyok én, szóval nem. Én csak a magamért iszom meg néha-néha. Hogyha nagyon muszáj, akkor, úgyhogy ne vegye komolyan, nincs vissza. Áfráztat. Akkor hol lennék már? Hülyéskedünk, hát az a fontos... Így kell gondolkodni. Ez is éltet engem, szerintem, mert egyébként már... Engem szóval is. Szóval a rottyantója, és akkor a szívem az tényleg? A szívet hát, azt nem lehet külön megnézni? Az a helyzet, hogy néztem, az is alulműködik, minden alulműködik azért, az embernek az idegrendszere alulműködik, az egész testre befolyásolja. Tudja, szuzámen az egész testet. Mm-hmm. És ezért ezek nem olyan dolgok, amit nem lehet változtatni. Tehát lehet, tehát egy kisebb generál azért segít. Igen, ilyet olajozás, meg tudja, szűrőcsere, meg mindent tudja. Szóval. Azért, mert recseg, ropog a karosszériám sokszor már. Igen? Hát persze. Hol, a deréktájban? Derékfájás, most meg egy ilyen ülő idegzsávám kínlódom. Hát az... A bal lábom végig. Zsibbad, és meg fáj rohadtul. Igen, hát azt mondták 6-7 minimum, aztán nem nagyon érzek javulást. Hát az, úgy nem lehet megoldani azt. Most nem beszéltek róla, hogy hogy kell, de... Hát most kérdezzek. Tudom mi az, sajnos volt már rá, nekem volt ilyen. Hogy szóval. Most a derékból, a csigolyám... Az a gerincből ered, kisugárzik a farokcsontra, és onnan a lábba, tudja? Képzelje, belettem utálva a Széchenyi fürdőbe, mert azt hittem, reoma, meg pancsizni, meg ez, meg azt tudja, az a 15 alkalom. És ez még inkább kihozta, most már nem merek oda sem menni, és meg nem telt le a 15. Hát nem figyeli a műsoromat, hogy meleg vízben nem szabad menni? Még hát rosszabb az, lesz? Hát utólag tudta, hogy ott minden víz meleg szinten, ki nem megyek ilyenkor úszni a külső medencébe, mert az hideg, nehogy megfázzak, bent meg mindegyik meleg, egyik melegebb, mint a másik. Aztán, hát rosszat tettem azzal. Hát most nekünk is kit mondja az asszony, hogy menjünk, tudja el, hétvégén, tudja, most megyünk Ceglédre jövő hétvégén, meleg vízbe. Igen, tudom, ott van egy jó szálloda meg akár. Na, oda elmegyünk most, ami kuponos, mit tudom, micsoda. Az. Gombokér, hát, meg mit tudom. Hétvégén. Gombokér. Gombos, kuponos. Gombokér. Tényleg olcsó. És megyünk a családdal, péntek, szombat, vasárnap megyünk, kiharcolta az asszony. Harcolni kellett? Igen, én nem nagyon vagyok odaérte. Ilyen asszony, hát ilyen kellene nekem is, ilyen harcos asszony. Nem. Aki ilyesmit kiharcol. Nem vagyok annyira odaérte, most ez, állítólag ez jó hely. Én amikor ilyen hétvégén voltam, elmentem Debrecen vagy bárhova. Nekem is Debrecenbe kéne menni. 3 centis tévé volt. Akkor olyan ágy volt, hogy itt teljesen a derek, amíg úgy fájt tőle, mint jobban, mint előtte oda mentem. Lehet, hogy valami víz volt maga alatt én. És akkor Hartmann zóna, igen. És az olyan, és akkor mi Ferének menjek? Egyszer elmentünk Szilveszterre Siófokra, a kaja az jó volt, nem mondom, de a medence, olyan hideg víz volt benne, képzelje, az asszony úszott benne meg a jeges medvék. Senki más nem volt a medencébe. Volt jeges medve? Egy kérdés, mert fóka is. Ha én ezt tudtam volna. Fóka is volt. Hogy jeges? Fóka? A betyár? Hogy én ilyen helyre nem tudok el olyan ideg volt a víz készen. Mindegy. Nem érdekes felfogás kérdés minden. Szeretném, ha letennénk, mert más is gondolom jó, szeretne hát telefonálni. Jó, akkor kérek engedélyt elköszönni. Vigyázzon magára. Lapos kúszásba a béka rottyantója alatt talán így azt meg el tudok követni valami. Örülök, hogy hívott. Örülök. És ne áragudjon, hogy kicsit félre beszéltem. Egyáltalán nem. Örülök neki, hogy beszéltünk. Jó, tehát ne vegyek komolyan ezt a részegeskedést. Annyira nem vagyok részeg. Annyira nem. Annyira nem. Csak amennyire lehet, tudom. Jó. Köszönöm szépen. Oké, de minden jót. Minden jót kívánok. Azért mondtam le az urat, hogy remélem, hogy még annak telefonálok, hogy másra is tudjak beszélni. Ugye nagyon szeretek én viccelődni, apukám is ilyen vicces típusú ember volt, de nagyon régen meghalt már, szegény, egész fiatal voltam, amikor meghalt, az is mindig mondta a dolgokat, és szerencsére
a gyermekeim is, a fiam is, meg a lányom is ilyen vicces, nem is mindig örülnek neki. Csak a fiamnak a tornatanára vagyok halálpipa, amikor még tavaly ugye még sportiskolába járt, birkózott a gyerek, és függeszkedve föl tud menni a kötélen derékszögbe, így derékszögbe, futóversenyekre jár el, úgyhogy meg mit tudom én, 50 fekvőtámas csinál meg egyszerre a gyerek, az kettes kap tornából. Kíváncsi volnék abba a gimnáziumban vagy járákos keresztül, hogy egyáltalán a tanár föl tudna-e menni függeszkedve a kötélen. Egyáltalán nem vagyok benne biztos. Vagy akad olyan gyerek, aki föl tudna menni, tudja, kinek jár kettes tornából, aki teljesen béna, kutyaütő hülye. Mert nem bírja a gyerekemet, ezért kettes. Elrontja az átlagát. Hát egyszerűen megüt, milyen pedagógus az ilyen. Ugyanaz az iskola egyébként egy csodálatos klassz iskola, ahova jár. Minden tanár, mindenki igazgató, mindenki nagyon rendes, aranyos, igazi jó pedagógus, de ezt meg nem tudom. Na tessék parancsolni, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én is. Nem tudom, emlékszik el, ám jártam már önnél néhányszor. Nem tudom én se. Legutóbb egy ideggyulladásom volt. Ja, már emlékszem valamire már. Akkor kapott beöntést, nem? Nem. Na, hangja az ismerős, azt tudom. Igen, igen. Mi van, szívem? Mi van? Hát továbbra is láb problémáim vannak. Az a dolog az akkor megoldódott átmenetileg, de azóta is gondjaim vannak. Most viszont azt szeretném megkérdezni, és most nézem a hatos csatornát, és valahogy nem vagyunk szinkronban, lehet, hogy nem megfelelő adást nézek. Engem néz, itt vagyok, kedves. Igen, csak nem azt hallom itt a számítógépen, mint amit ön mond. Jó? Ja, maga a számítógépen nézi? Igen, igen. Nem az én keresztül. Nem a tévén keresztül. Értem, hol tetszik lakni? A 11. kerületben, Kelenföldön. Ja, már igen, igen, igen. De jó piszim van, csak nem tudom, hogy benne van a csomagban, mindegy, bejön a netem. Tényi úr, a kérdésem az lenne, hogy van-e rajtam szellem lakásban? Jó. Mikor volt nálam utoljára? Ja igen, most körülbelül egy olyan 15 perc késéssel beszélünk. Hú, mikor voltam szeptemberben. Aha. Tudja, van az a vers is, hogy szeptember végén, tudja? Igen. Na, megnézem, hogy szellemes-e, jó? Igen. Igen, szellemes tetszik lenni. Hány szelleme van? Egy szellem, átok is van. Egy. Szellem, átok, minden van. Na, megnézzük még a dolgokat. Ja, a televíziót le kéne halkítani, akkor lehet, hogy jobb lenne a dolog. Jó. Vagy a telefon visszhangzik, hát nem a... Hát igen, mert telefonon hívom. Meg ti annyi visszhang is van, tudja. Aha. De nincsen semmi probléma, azt a 5 percet még, vagy 100 percet kibírjuk még. Na, van szellem, ugye, mondtam. Igen. Hány van? Egy. Átok is van egy. Jaj. És a lakásban van-e szellem? Azt most nem látok. Átkot se látok. De az van, egy átok van, de szellem nincs a lakásban. Legyen? Küldje? Köszönöm szépen. Küldje? Nem kérek. Nem kér? Nem. Küldhetek. Nem. Ha lehetne, akkor el kellene küldeni. Nem lehet, ugye nem tehetem a tévéműsorban, mondtam már. Korábban megtettem, most nem tehetem. Vannak különböző hukászok, amit tehetek és amit nem tehetek. Nem tehetem már. Régebben megtettem, most már nem tehetem. Szívesen megtenném, ismerjük is egymást már régóta, de sajnálom, ez van. Emlékszem, van olyan szenvedett, igen. A gerincével, ugye ez a gerinc, ugye szokott meleg vízbe fürdeni? Ritkán. Ugye meleg vízbe nem szabad fürdeni, mert az növeli a gyulladást. Tudom. Én úgy szoktam csak fürdeni, hogyha két melegbe, akkor 2 perc alatt kész vagyok, tudja, körülbelül a meleg vízbe fürdök. Igen. Pillanatok alatt. Nem is fekszem bele térdelek, tudja, a vízbe. Mert nekem is gerincfájós vagyok. Én már sokszor annyit szenvedtem már derekamban, nem is tudják elképzelni mennyit.
És én nem szeretném, ha visszajönne. Nagyon-nagyon tud fájni az. Hát nekem a csípő most a legkritikusabb dolog, de azzal együtt mondjuk mindkét térdem. De jó, hogy nem a három térdem még. És jó. Még mi? Hát szerintem ön meg tudja mérni. Hát meg tudok mérni sok mindent, ha akarok. Hát akkor megkérném. Most is be van gyulladva? Igen, igen. Ön túl szokott működni? Ezt hát, úgy érti, hogy az idegrendszere. Az idegrendszere túl szokott működni. Hát volt már ilyen, igen. Mert úgy látom, azt tudja, és azt mondtam, hogy az gyulladási szokott gerjeszteni a testbe. Tudja, beöntés kell, tudja. Fáj a torka, beöntés. Nem, most az éppen nem fáj. Nem, csak az a baj, tudja, már azt is hirdetik, hogy beöntést csinálnak, és milyen jó, olyan jó, kitisztul a bele, csodák lesznek utána, közben elfelejtik, hogy azt is kimossák, amire szükség van. Igen. És egy nagyobb nekem baj csinálnak. Biztos, hogy ilyet nem fognak tenni. Velem se, az biztos. Az oda nem teszem a popómat, az biztos, hogy nem teszem a semmit. És lehet káros is, és hogy reklámokban mindenhol nyomatják, hogy így igen. Meg úgy, és tudom jól, hogy olyan dolgokat is kimosnak, amire szükség van. Szóval igen. Nem csak, amire nem. Szörnyű. Borzasztó, már mindenből pénzt akarnak csinálni, tudja. Igen. Na, csak az anyósom nem. Az a Gizike, az aranyos a Gizike, nagyon. Ő egy almától meggyógyult a Gizike, tudja. Tényleg? Hát meséltem, nem, azt az almát? Nem, csodálatos anyósa lehet. Az nem meséltem? Nem. Amikor régebben a gyerekekre vigyázott az anyósom, akkor kisebbek voltak, és akkor mondta, Tamás, olyan hasmenésem van, én nem tudok holnap jönni, nem, valaki szerezi, nem tudok jönni. Na, jó van, hát. Na, megpróbálom, mondom, távkezelést csinálok a mamával. Másnap reggel telefonál a mama. Tamás, tudok jönni? Miért, anyuka, mi történt magával? És egy almával többet ettem, mint szoktam. Nem, gratulálok, anyuka, mondom, nagyon tehetséges. Beédes. Egyként rendes nő. Hát persze, és akkor maradtál gyógyítani is tud, akkor csak jó egészsége lehet. De nem, ő nem kéri soha, tudja, nincs, ellene van. Akkor az ő akarat ellen csináltam akkor. Persze, van ilyen, igen. Mert igen, nehéz, hely, nem szabad egyébként ezt megcsinálni, de nem lett valaki vigyázzon a gyerekre. Igen, igen. És kételem voltam. Ez nagyon jó ez az alma. Csak most már nagyok már a gyerekek. A fiam az már áprilisban lesz 17 éves, harmadik gimnazista. A lányom meg hetedikes, ő meg nyáron született, augusztusban született, de nagyon oroszlán. Oroszlán, bizony, olyan is. Enyém is. Olyan is, oroszlán. A fiam az kos, azt hiszem, nem kus, hanem kos. Hát, az se rossz azért, kicsit az sem, akaratos. Az sem egyszerű, igen, nem egyszerű. Az a baj, az asszony az haljegyű, de átment oroszlánba, tudja, az izéje. Hát, maradt volna hal. De jó lett volna, hal maradt volna. Hát nem pontosan tudom azért ezeket a jegyeket, de már láttam a feleségét, meg itt néha a képernyőn is. Igen, a bejátszásnál ott igen, van, igen. Hát szép nő, nem? Igen, fiatal, csinos, nagyon helyes, kedves is. Hát magukkal, hát. Magával nem. Na jó, akkor majd beszélek az érdekeiben. Hát, csak vicceltem, nem ismerek más mondani. Az, ami egy sodrófával vár engem otthon. Ki van zárva? Ezt ki sem nézem belőle, lehet, hogy nincs is maguknál sodrófa. Hát nincs, szerintem sincsen. De seprű van. Aha, hát az kell szerintem, ha nagy a hó. A lábak közé veszi a seprűt, aztán gyanázik össze-vissza ott a lakában. Na most az majd valamikor a Zsuzsannakor lesz ez a boszorkány lovaglás, nem? Nem, hát nemiként nem, persze, csak viccelek tudja. Persze, hát egyáltalán egy bűbájhölgy, úgyhogy semmi ilyen boszorkányosság nincs benne szerintem. De olyan érzékszervei vannak, hogy maga elképzelni nem tudja. A fülét ezt kinyújtja, mindent hal.
Hát de maga hát, mellett ez nem csoda, ha kifejlesztette, nem? Csoda, nem csoda. Tényleg mindent hall. Hát én nem is tudom, a szaglás és olyan, de a vadászkutya az könyöröket, érted, receptér, szóval olyan szaglása van. Olyan érzés, és megérez dolgokat. Nagyon nyilván érdekes, nem véletlenül. Nem, persze. Biztos tanulta magától. Hát sok mindent tanult, persze. Aha. Hát jó kedvet, az jó kedvű, csak a viccet nem annyira érti, mint én, tudja. Értem, hát majd szerintem tréningezni kell. Nem, nagyon aranyos, kedves, nem is merek más mondani. Így van. Mert akkor kapok otthon nyolc fogok csodástól. Nem, de hiába is mondanám, mert én láttam és megismertem. De nem mondom, hát csak viccelek én. Tudom, mondom. Tudom. Tudja, csak viccelek. Oké. Na, kedvesem. Hát akkor mi újság van a Futrinka utcában? Igen, meg tudnám érni akkor az energiaszintemet. Mondtam, hogy túlműködés van, néztem. Túlműködés van, drágám. Idegrendszerem? Igen. Néztem nagyon már közben, elég rendesen. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Ez nem olyan vészes, a 150 volt már rosszabb is szerintem. Ilyenkor túlműködik az idegrendszer, akkor gyulladás gerjeszt a testbe. De minden túlműködik ilyenkor. A szíve 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. A prostata, az nagyon jól működik a prostatája. Persze, hát ezt tudom, ezt mindig el szokta sütni ezt a poén, de egyébként hölgy vagyok. Tényleg, nem mondja, tényleg. A vese 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Hát én nagyon jól tudom, hogy hölgy maga, csak... Tudom, csak szoktam viccelődni. Tudom, nekem ez tényleg jó poén ez a prostata. Szerintem, és jó is hangzik, olyan a prostata, meg az asztata, tudja. Meg nekem a petefészkem, mi? Meg a madárfészek. Hát ez van, kedves, meg a magas labda, tudja. Sokszor azért kritizálnak engem, mert jókedvű és vicces vagyok. És van olyan betegem, hogy megmutatta másoknak a tévébe, hogy nézzék meg a Tihanyi Tamást, hát ha utána mennek Tihanyihoz kezelésre. Hát ez nem komoly ember. Ez viccelődik. Ez nem lehet jó gyógyító ember. Aki viccelődik, az nem lehet jó. Hát könyörgöm, ha zokogok, sírok, akkor jobb lesz. Igen. Az az igazság, hogy meg kell ezt tapasztalni, és nem kell inni benne, szerintem annélkül is működik. Én meg gyűlölöm azt, aki mindenféle ürügyet meg kifogást keres azért, hogy mivel tudja elutasítani. Meg hát ha valaki nem hisz, semmi gond, csak hát lehet, hogy többet ül az STK-ba, mint otthon. Hát nem tudok elmenni vérvételre, mert mióta el kéne mennem, mert elnézést az idős hölgyektől, de már előtte egy órával befekszenek a rendelőbe. Ezt nem viccelek, idegélelmet visznek meg mindent, és én nem tudom sorra kerülni, akkor mennék ugye dolgozni utána, aha, be a rendelőbe, és nem tudom, érnék oda, ott dagonyáznak bent, komolyan mondom, érti? Hát, és nem tudok elmenni, meg se próbálom már. A Fehérvári útra próbálja meg, jó, mert ott sorszámot kell húzni, és ott is várni kell ugyan kicsit, de ott akkor, amikor érkezik, ahhoz képest x időn belül bekerül. Na, tudja jól, hogy én Maglódon lakom, kedves. Hát persze, de hát valahogy meg lehetne hozzá. Elég nehéz volna. Tudja, én nagyon régen, én a Moridzsimont, nem, hát fiatal koromban, én a Moridzsimont körtéren laktam. Hát akkor jelentkezzen át egy kis időre. Ott laktam abban a házban, ahol most McDonald's van, tudja. Igen, laktam, igen, tudom, a Lordok régen a Lordok háza volt régen, úgy hívták azt az éttermet, ami reggel 17:30 nyitott, nem tudom, tetszik-e emlékezni. Volt egy kakaóautomata ott kívül, ott is szokottam is madár. Igen. És még volt madártej is, képzelj el. Igen. Azt úgy szerettem, a madártejet. Én azt nem, a kakaót. Azt is szerettem, de madártejet jobban. Meg a tejber is, meg ilyeneket szeretek, tudja. Igen. Azt szokta is az asszony, most is volt tegnap. Aha. Tejber is. Meg a sóskaleves nagyon szeretem. Jó. Hú, azt nagyon szeretem. Jó. Meg a paradicsomlevest, azt is. Komolyan. De tésztával. De a sóskamártást már nem szeretem, ezt magyarázza meg valaki. Ezt nem tudom, de a sóskaleves szeretem. A spenótot is szeretem. Igen. Hát maga nagyon szerencsés, én nem így vagyok ezzel. Hát miért? Miből gondolja, nem szerencsés maga? Hát, mert én meg sok mindent nem szeretek, amit megennem kéne, úgyhogy... Jó, hát válogatos ez... vagyok ám, csak ezt kiválogattam, amit szeretek, tudja. Válogatos vagyok. Ha nekem nem van könnyű kaját adni ám, nehogy nekem eszem. Nekem se, az a baj. Hát a répát azt nem eszem meg, se a sárgát, se a fehér.
A karfiolt azt nem eszem meg. Én sem. Akkor mi van még ilyen? Kelvinbót, azt megeszem, az finom. Mit? Kelvinbó. Azt sem eszem meg, a kelvinbót. A melvinbót legfeljebb, de káposztát, a kelvinbót. Káposztát. Há, káposztát azt úgy, ahogy. Úgy, ahogy. Mit? Babot, borsót. Azt megeszem. A borsót, tökfőzeléket nem szeretem. Azt én sem. De a babot meg a borsót szeretem. Anyukám mindig édesen csinálta régen, a borsó, meg a borsólevest is mindig édesen csinálta az anyukám. Mm. A Dunántúlon, tudja, azon a részen mi laktunk, mm. ott az volt a szokás, hogy édesen csinálták, mm. tudja. Hát akkor húsevők maradunk? Én húsevő vagyok, én az vagyok, és maradok is. És tésztaevő? Hát tésztát ja, nem is. Tejbegrész. Azt is szeretem, azt tudok is csinálni, képzelje tejbegrészt. Hát az... Tényleg jó dolog. Meg rántottát is tudok csinálni, képzelje. Mm, az fontos, különben a Békitől hallottam, hogy fehérjét kell venni reggelire, mert akkor bírjuk egész nap, és a rántotta lenne a legjobb, mondjuk. Hát én a tejében is nem szereszem. Na lassan le kell rakjuk, mert nem fog jó. Már szóhoz jutni, kedves, jó? Keresem majd döntést. Jó. A végén úgy is várom, tudom, hogy küld energiát, most is éreztem már nagyon. Köszönöm hát, szépen, ha nem felejtem el, akkor jó pihenést a hétvégi hosszú weekendre. Köszönöm szépen, kedves, megyek Ceglédre, megnézem, rendben. Mi van ott. Minden jót. Csókközöm, puszilom, csókközöm. Csókközöm. Szóval átmegyünk Ceglédre dagonyázni a meleg vízbe, ugye? Csak én nem nagyon fogok bemenni a meleg vízbe, csak ott a szélén drukkolok és integetek nekik, nagy fájjon a derekam, de egyébként a 30-31-2 fokosba be lehet menni, olyan 15-20 percig tovább nem szabad bent lenni, mert kőkemény gyulladások jönnek létre, pedig tök jó lenne bemenni 45 fokosba, ott agonyáznék minden, jaj, de jó, a meleg víz, minden, mert az ember szereti egyébként, de mégis káros. Én jöttem úgy Hajdúszoboszlóról haza, mert az is ilyen weekend volt, olyan ágyon mondtam, hogy nem volt szinte semmi, tök derékszögbe aludtam, az ágyon is olyan 3 centi átmérőjű tévé volt, ott meg mit tudom én, és minden betegségem jött ki, a gerincembe gyulladt, a prostatám is, amiről szoktunk beszélni, mindenem begyulladtott. Én ma arra tudtam, hogy nem mehetek be, és mégis bementem. Mert annyira jól éreztem magam benne, de azóta nem csinálok ilyet, hogy ki van csukva. Most mi voltunk, mit tudom én, Zalakaroson nyáron, vagy mit tudom én, úgy betartottam, mint ahogy kell a húzat, a szabályokat, nem csináltam, mert nagyon tud fájni. Na tessék telefonálni, mi van, nem telefonálnak nekem? Itt koptattam a számot, és nem telefonálnak. Tudom, hogy nem telefonálnak, ott tovább beszéltem van az előző hölgyel. De nem lehet tudni, mert én nekem villog itt egy lámpa, valaki telefonál, az volna jó, hogyha kettő lámpa lenne, és akkor mit tudom én, akivel beszélek, az mondjuk világít mondjuk egy színnel, és ha valaki várakozóban van mondjuk, akkor az villogna. És ha nem telefonál más, akkor nem csinálna semmit, és akkor úgy irányítanám a beszélgetést, hogyha nincs telefonáló, akkor tovább beszélnék az illetővel, ha meg van, akkor igyekeznék hamarabb befejezni, hogy tudjon jönni. Dobri vacsora, jó estét kívánok, tessék parancsolni! Jó estét kívánok, Tihanyi úr, Katalin vagyok Budapestről, és nagyon régen, körülbelül 5 évvel ezelőtt ön segített rajtam, mégpedig úgy, hogy az ön tanítványa által egy pajzsmirigy problémámon. Göbb volt, vagy? Igen. Uh-huh, igen. Igen, és a segítjét úgy hívják, hogy Terike akkor tanult nála, valamint önnél, és ő kért segítséget, és jeleket rajzolt a nyakamra, és ezáltal ezek a göbök összezsugorodtak olyan szinten, hogy amikor el kellett mennem a patológushoz, hogy mintát vegyenek belőle, alig találta meg ezeket a göböket. Úgyhogy hát most nagyon szépen megköszönöm önnek ezt a segítséget. Y volt, vagy melyik jel volt? Hát többféle jelet tetszett rá. Igen, több van, igen. Zöld tintával kellett. Ja, akkor vonalak voltak akkor. Vonalak, igen. Igen. És hát azt kellett hordalom egy darabig, amíg le nem kapott. És... Tudja, hogy jártam egyszer így a vonalakkal, a rajzokkal? Igen. Amikor tanultam ezeket a dolgokat, én nem tanultam, mert mindegy megtapasztalásból magamra is rajzoltam ilyeneket, tudja? És kint voltam a kertbe,
És az arcomat telerajzoltam ilyen jelekkel, tudja, a különböző jelekkel. Mint az indián úgy néztem ki. Egyszer csak jött az a fagyisgép, tudja, az a kis teherautó, mindig van a muzsikája, és a gyerekeknek kimentem fagyit venni, és nézett rám a fagyis, mint borjú az új kapura. Én meg egyfeledkeztem arról, hogy tele van az arcom rajzolva, tudja, ezekkel a jelekkel. És akkor mondta neki, hogy nem látott még fehér embert, mondtam neki. Szóval, jaj, mondom, bazeg, mondom, elnézést. Elfelejtettem, tudja. Hát én is így jártam, majdnem. Én dolgoztam, és elég nagy cégnél, és hát ezekkel a jelekkel mentem dolgozni. Mondták, hogy tegyek sálat a nyakamra, hát azt nem bírtam elviselni egész nap, és jártam kertem, áruházban, és megkérdezték, hogy jé, voltak a hétvégén a unokák? Mondom, igen, voltak, azok rajzolták rám. Most már nem annyira használom, mint akkor, de mert nem is kell egyébként, én már ezt meg tudom oldani képzeletbe is, tudja, szóval nem kell. Nem kell megcsinálnom, hanem belerakom sejtszinten a bőrbe, tudja, így kézzel nem kell már rajzolgatni, tudja, szóval én magamnak szoktam, hogy így megrajzolom, tudja, és akkor elképzelem, hogy milyen színű legyen, meg mit tudom, egyéb dolgok szoktam csinálni, és tényleg nagyon hatékony, tényleg borzasztó hatékony, de hát annál már sokkal jobb módszerek is vannak, mint 5 évvel ezelőtt, ami volt, tudja nekem. Értem. Igen, igen, hát azóta tapasztaltam, mert ezzel a hölgyel azért tartom a kapcsolatot a mai napig is, és nagyon sok mindenben segített már rajtam. Na. Úgyhogy én azt szeretném most megkérdezni öntől, hogy van-e rajtam szellem, átok, és hogy egészségileg tudom, hogy nagyon rosszul állok. Hát szellemes tetszik lenni, hány szelleme van? 1, 2, a lakásban is van 1, átok 1, és a lakásban is 1. Akkor megnézem a testét, a hab testét, jó? Jó. A központi idegrendszere 10-20, szokott ideges lenni? Hát igen. Központi idegrendszere 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Ezért kérdeztem, és hogy alszik? Rosszul. Rosszul, de fekve rosszul. Nem? Fekve alszik, nem? Igen, igen. Na igen. Rosszul, na rosszul. Gondoltam, azért kérdeztem, tudja? Igen, van most egy gerinc problémám, és miatt a karom, jobb karom le van bénulva 90%-ba, és ezáltal nagyon rosszul. Na, kedves. Ismer olyan embert, aki ezen tud segíteni? De igen, igen, már. Keresztül... Jó, nem mondhatok többet, tudja, mert reklám. Igen. Nem mondhatok többet. Egyébként a nyaki gerinc van a karhoz. Igen. Nyakig azt kell, mert messzesedés nyomja az ideget, tudja. És igen. Akkor van, nekem is van, hogy éjszaka, amit tudom, átnyúlok az asszonyhoz. Így, na itt vagy, mama, itt van. És akkor van, hogy elzsibad a kezem. De mindegy, hosszú, de ha ilyen bénulás meg zsibbadás van a kézbe, az a nyaki gerinctől szokott lenni általában, vagy a főső rész az biztos, nem igen, az alsó igen. Rész, tudja. Na nézem tovább, jó? Jó. A szíve 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, nem ver be a szíve néha? De igen, a pajzsmirigy okoz ilyen szívritmuszavarokat. Nem az okozza, az idegrendszer túlműködés okozza, mert akkor minden túlműködtet. Ilyenkor a pajzsmirigy is túlműködik, tudja? Igen. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Mindig arról szoktam beszélni, hogyha az okot nem szüntetjük meg, akkor nem csináltunk semmit se. Ha én beállítom mondjuk a központi idegrendszert, akkor már az is állítgatja a többit utána a testbe. Érti, miről beszélek? Igen, igen. Na, akkor megnézem a vékony belét, milyen vékony? Vékony bele 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, a hólyag 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. A prosztata már nem megy, már nem sül el hát ma. Nem. A vese
50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Hát erre számítottam. Az a baj, ha túlműködés van a testben, az károkat okoz. Igen. Gyulladásokat hoz létre a testbe. Mert nem arra vagyunk beállítva, mi nem úgy tervezett a Jóisten minket, hogy túlműködés legyen. És ha túlműködés van, akkor károkat okoz. Úgy a szívtől kezdve a látás romlik, a legkülönbözőbb dolgok létrejönnek a testbe. Pazsmirigy, ugye meg, nem tudom, ön sovány vagy kicsit? Nem. Hát kicsit túlsúlyos. Kicsit olyan 150 kiló van túlsúlyos. Nem, azért nem, 108. 108 kiló? Igen. Hát az nem kevés egy hölgynek azért, drágám. Nem, igen. Hány centi? 155? Nem, 164. Szemétkedni akartam, tudja? Hát akkor az nem kicsit túl súlyos, drága, ne? Igen. Ne karagudjon már. Az már annál többnek. Na, érdekes módon. Na, mindegy, hát... És Újpalotán lakik? Igen. Na, ezt honnan tudtam, mondja meg nekem? Hát... Nem tudom. Na. Megérezte. Igen, megéreztem. Tényleg egyébként megéreztem. Uh-huh. Tényleg megéreztem. Sok mindent megérzek. Még a vesztemet is. Sok mindent megérzek. Ja, hát mindegy, hát arról van szó, amiről szó sincsen, hogy ezt orvosilag ezeket igazából nem lehet megoldani. Igen. Hanem egyéb módon igen, tudja. Egyéb módon. Ilyenkor amit van, ugye ez a csak csontkovácsolással lehet megoldani ezt a gerinc problémát, mert nincsenek a helyén a dolgok, messzesedések vannak, és ha azok nincsenek letörve, akkor bizony nincs megoldva a probléma. Hiába jár maga bármilyen elektromos kezelése, vagy bármire, az majdnem, hogy halottnak a csók, ezt elmondhatom, de az okot kell megszüntetni, le kell törni a messzesedéseket, meg ilyen dolgokat a testben, akkor lehet változást elérni. Meg ugye be kell állítani az idegrendszert, be kell állítani a csakrákat, be kell állítani a szerveket, ugye rezgést adunk most már a izére, a pajzsmirigy göbökre, olyan rezgést, ami ellensége a göbnek, tudja, ellenkező rezgése, tudja, van. Szóval sok érdekes dolog van, amit 5 évvel előtti kezelésnek már köszönő viszonyban sincs a mostani kezeléshez. Nem a csontkovácsolásról beszélek, hanem a spirituális részben, tudja, ami van. Minden 3-4 hétben változik nálam valamennyit a dolog. És ugye vannak tanítványok, ugye vannak sorban, most már 3 iskolám is van, eltolva egymástól, tudja. Igen. És ott mindig az jár jobban, aki a legutolsó alkalommal jön, mert mindig az kapja a legújabb módszereket, tudja, általában. Értem. Érdekes dolgok. Mennyi idős tetszik lenni? 51. Hát éves. Még fiatal versenyző még. Hát igen. Gyereke van? Van, igen. Mennyi? 2? Egy lányom van. Lánya van, gondoltam. Igen. Lánya. Igen. És az mennyi? 30 éves, vagy 25? 33. 33. Ő is telt karcsú, mint maga? Igen, igen. És gömböcke? Igen. Igen. Jó, hát nem baj az, nem baj, csak kellemetlen mondjuk. Hát a családban mindenki. Sokan? Igen, mindenki ilyen kis gömböcke. Hát én is sajnálatos vagyok a hízásra, úgy szokottam lenni, hogy meghízok, akkor megint lefogyok, akkor megint meghízok, megint lefogyok. Hát mostan köztes helyzetben vagyok. De most járok már jó ideje edzeni, súlyzózok, látja a karomom, milyen szép karom lett, nem? Látom, jól néz ki, ja. Igen. Szerencsém van, mert visszajön, tudja? Ami, ugye sportoltam, és visszajön, tudja az a dolog. Elkezdek sportolni, és pillanatok alatt visszajön. Nagyon-nagyon kevés időnk van már, egy fél perc. Hát kénytelen leszek öntől érzékeny búcsút venni. Vigyázzon habtestére, minden jót jó, is. Nagyon szépen köszönöm. És a legjobbakat kívánom. Kedicsok, nyugodtan mesélj, szakát kívánok. Mindenkitől elbúcsúznék, érzékeny búcsút veszek önöktől, és hát egy hét múlva megint találkozunk itt az élő műsorban. Minden jót kívánok, nyugodtan mesélj, szakát.